Hát egy grandiózus ősbemutatóra készülnek a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Augusztus 20-án vendégeink Kocsár Balázs főzenigazgató, Magyar Állami Operaház részéről. Jó reggelt kívánunk! Reggelt. Valamint Ott Rezső zeneszerző, jó reggelt! Reggelt. És ugye pont itt a stúdióban az előző másodpercekben arról beszélgettünk, hogy pár héttel ezelőtt itt volt nálunk vendégként Tolcsvai László, aki már ugye említette azt, hogy 20-án azért nagy produkció lesz. Hát mesélnek nekünk egy kicsit erről. Hát kettő darab lesz előadva azon az estén. Az egyik az új magyar rapszódia, amit most erre az alkalommal készült el, méghozzá Bán Teodóra felkérésére. És ön hangszerelte? Igen, és én hangszereltem. Igazából nem csak én hangszereltem, hanem igen. És valahogy ez úgy történt, ez a munkafolyamat, hogy ez a hangszerelés, hogy Tolcsvai művész úr már egyfajta előre elgondolt művet adott a kezembe, amit nekem egy ilyen modern filmzenés vagy kortárszenés elemekkel kellett egy kicsivel magasabb vagy kicsivel szélesebb dimenzióba emelnem, amihez megkaptam megkaptuk az Operaház fantasztikus zenekarát, méghozzá hatalmas nagy hangszerparkkal, tehát 6 ütős hangszer és a timpani mellett. A rezeknél még a csimbasszó is megjelenhet, aminek nagyon örültem, az a jó kis recsegő, stenkes hangszer, ami a tubánál is még kicsivel erőteljesen meg tud szólni. És egy nagyon nagy hálával tartozok a Kocsár Balázskal nagyobbnak. Hogy... Aki az Operaház fő zeneigazgatója, és milyen gyakran vezényel? Hát a vezényle az nagyon sűrűn, de mondjuk ilyen jellegű műveket azt igen ritkán. De erre gondoltam, igen, hogy ilyen jellegű műveket. Igazából Tolcsmai Lászlót, az ő művészetét, zenéjét nagyon régóta, fiatalkorom óta ismerem, és így nem kellett igazából sok ahhoz, hogy Bán Teodóra meggyőzön arról, hogy ennek a új mű bemutatójához szükséges az, hogy egy picit báváskodjunk ketten itt Rezsővel ebbe a történetbe, de nagyon-nagyon öröm volt Tolcsvai Lászlót közelebbről is megismerni, és a mű kialakulása környékén ott lenni, de tényleg izgalmas történet, tehát ahogy ez úgy a mű egészének, a dramaturgiának a kialakításában, vagy akár a címadásnál is ott lehettem a közelben, és nagyon jó érzés volt az a fajta kapcsolatot látni, illetve egy olyan fajta művésszel, zenésszel megismerkedni, aki számára ennyire fontos az, hogy egy olyan művet alkosson, amely remélhetőleg augusztus 20-a este megismerve nagyon sokak számára el tud jutni. Mit mesél ez a darab el a hangszerek nyelvén? Tekintettel arra, hogy egy augusztus 20-ai ünnepre készül, és végül is meghatározva más nem volt, mint hogy egy szimfonikus művet szeretett volna Tolcsvai úr megírni. Ezért azt gondolta, hogy úgy a 20-a kapcsán és ez az egész körhöz kapcsolódva egy olyan zenei, dramaturgiai fantáziát, egy folyamatot ír le, amely, ha szabad, kicsit puskázom a fő szavait. Tehát két fő rész és egy epilógus egy fináléként van. Az első rész, bocsánat, mindjárt összeszedjük a történetet. Igen, tehát az eredet vágy, cselekvés, boldogság, az elbizonytalanodás, konfrontáció és a megvilágosodás. Ez a lélek belső útján tekintve, de hogyha egy kicsit más oldalról veszük, akkor az időutazás, amely az őshaza, az ígéret földje, vándorlás, új haza, letelepedés, veszteség, küzdelem, és a végén a remény. Tehát két főrész és egy epilógus, ahogy mondtam, egy 25 perces nagy szimfonikus kompozícióban. Mondjuk maga a zene egyébként e fajta program nélkül is nagyon élvezhető lesz, de ezt azért volt fontos, hogy megírja a szerző nekünk is ma este, és az egész program tudatában született meg ehhez egy installáció, amit hogy is hívnak azt? Azon mondom, itt van további. Tehát Hubai Gergely, az ELTE filmtudomány tanszékének oktatója készített, és azért is volt végül is, tehát még egyszer tisztázzuk, tehát nem voltak ezek a fő szavak, amikor a kompozíció elkészült, hanem a kompozíció alapján Tolcsvai úr készítette ezt a fajta gondolatmenetet, hogy mint egy sorvezető segítségére legyen ennek az alkotónak, aki egy olyan fajta
fajta film installációt készített, amely végigvezet minket, illetve a hallgatókat és a nézőket ezen az előadáson. Ugyan kell elképzelni egy olyan nagyszabású klasszikus zenei estet, amely közvetíti közben a tűzijátékot. Hát pont, hát nem a zeneművek közben lesz a tűzijáték, akkor hanem jó. Pont a két mű között. Tehát először játsszuk az Új Magyar Rapszódiát, tűzijáték, magyar mise. Nem is új. Igen. Mindezt élőben. Mennyi munka előzte meg ezt a koncertet? Hát ha a munka kezdete, az több évre visszavezethető, amikor a gondolat nem friss egyáltalán. Ugye a komponálás az egy nagyon hosszú folyamat, amely tulajdonképpen egy nagyon jó fázis volt, amikor én már csatlakozhattam, és ott rezsül is a történetben, hiszen nem egy megkövesedett, ha akarom ezzel a szóhasználattal élni, kész koncepciót, hanem egy képlékenyebb zenei gondolatsort kaptunk a Tolcsvai úrtól, és ezzel dolgoztunk mind a ketten, illetve segítettük a mű végső kialakulását. És ez egy több hónapos, igen, majd fél éves. Igen, hát én nekem már egy olyan nagy segítséget adott Tolcsvai művész úr, hogy nem egy zongora anyagot kellett felhangszerelnem hatalmasan, amit például Ravel csinálta Mussorgszki kiáltás képeit, hanem már egy alapvetően irányt adó hangszerelésből csinálhattam meg azt, ami ez a szép estén meg fog szólalni a magyar mise előtt. Augusztus 20-án tehát. Így van. Margit szigeti szabadtéri színpad. Az ős bemutató. Most köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon gratulálunk hozzá.